A karácsonyi ünnepkör alkalmából rendhagyó tematikus tárlatvezetést tartottak a Betléri Andrási Kastélyban. A 19. század végéről származó főúri feljegyzések, fényképek alapján feldíszített karácsonyfa és hagyományos magyar recept szerint készült szaloncukor várta a Betléri andrássi kastélyba látogatókat. A fondant tulajdonképpen cukoroldatból felfőzéssel készült belül puha massza, egy bombon, amit sejen papírba csomagoltak. A végeit rojtozták, a közepén egy színes, fényes fóliában volt a szaloncukor magyarázza a múzeum restaurátora. Az édességet a látogatók meg is kóstolhatták. Nagyon finomak, különösen, hogy magyar készítmények voltak, megtudtuk ezt is. A karácsonyi asztalteríték részeként az Andrásiak porcelánját és monogrammal ellátott ezüst evőeszközeit is láthatták az érdeklődők. Ebben az étteremben az Andrásiak csak akkor étkeztek, amikor vendégeik voltak, és ilyenkor például, mint a karácsony is, meg volt engedve, hogy a gyerekek együtt étkezzenek a szülőkkel, ez nem mindennapi dolog volt. Az Andrásiak több mint tízezer fényképet tartalmazó albumában nincs olyan fotó, ami a karácsonyfát örökítené meg. A művészettörténész erre is adott magyarázatot. Az arisztokraták szokása az volt, hogy a tél elején, a karácsony előtti időszakban visszaköltöznek a városi palotákba, Prágába, Bécsbe. Az Andrásiak palotája Budapesten volt, a Mérleg utcán, ez konkrétan első Andrási Manó palotája volt, és itt töltötte a család meghitt körben a karácsonyi ünnepeket. Nem csomagolták be a karácsonyi ajándékokat, a karácsonyi Karácsonyfák mellett volt egy asztal, fehér abrosszal, és arra voltak kirakva az ajándékok. Nem csak a gyerekek voltak megajándékozva, de a felnőttek is, és karácsony másnapján pedig a személyzet is. Ezeket mind naplóbejegyzésekből tudjuk, vagy más történelmi fényképekről. Bár a Szentestét nem töltötte a család a Betléri vadászkastélyban, az ünnepek között és a téli hónapokban sokat sportoltak a környező erdőkben. Ezeket a sport eseményeket főleg történelmi fényképekről ismertük, de 2015-ben a kastély padlásán rábukkantunk a sporteszközökre, és már mindegyik a Betléri Múzeum tárlatába tartozik. Sok sítalpat találtunk, sílécet, ródlít és síbotokat is. És ezek a tárgyak második Andrási voltak, és a gyermekei, Ilanájé és Gézái. A rendhagyó tárlatvezetés során a Vörös Fogadószalomba és a 15 ezer nyomtatvány tartalmazó történelmi könyvtárba is betekinthettek a résztvevők. Érdekes volt, és tetszett nagyon a könyvtár, és hát ezek a karácsonyi dolgok. Az Andrási Kastély Múzeum ünnepváró programsorozata két év kihagyás után idén nagy érdeklődés mellett zajlik. Karácsony öltözékbe öltözött az egész kastély, és az egész park is tulajdonképpen, mivel hogy kint is, bent is karácsonyfa, karácsonyi díszítés, ez is egy ilyen különlegeség az emberek számára, és ebbe a történelmi környezetbe nagyon beleillő ö, hangulatot hozott ez, és erre is nagyon kíváncsiak voltak az emberek. Advent 4. vasárnapján történelmi előadás, élő Betlehem, és karácsonyi vásár várja a látogatókat Betlérbe.